Amikor az M86-osra felhajtottunk, egy teherautó előzésnél, mondom, akkor most elforgatom szépen tiltásig, ez nem sikerült, megállt az autó, félreálltunk és nyomoztuk ott a hibát, de a gyújtáskábel a trafóról az esett le, visszatettük, tovább jöttünk, de közben egy ilyen 15 centis lángcsóvát húzott maga után, és szétnyílt, kiukadt a hátsó dob. És most itt vagyunk a Pannonia Ringen, mert ideértünk, és Janika fogja vezetni az autónkat. Egyenletben 180-at tudunk vele menni. Ez tök jó. És fékfutómű milyen volt? Még mindig van rajt fék, pedig már mentünk szerintem egy 8 kör. De igen, és utcai betéptel. Viszonylag meleg van, és ugye ezek utcai fékek, utcai műk. Nagyon jól irányítható. Úgy, azt gondolom, hogy elég eredetlen. Simán ki fogja még ezt a két gyors kör. És azt éreztem azért, hogy ezt sokszor úsztattad, beúsztattad kanyarba az autónak a farát is. Nézd, alapvetően ugye ennek az autónak könnyű a hátulja, tehát az első, ami a kanyarsebességre megindul, az a hátulja nyilván egy picit. Nagyon, nagyon jól irányítható az eleje, és pici kormánytudattal lehet eltenni a hátulját, tehát egy kicsit jó kormányt tudtad tenni. Szerintem a 2005-ben egy legendás olajokot csináltak, akkor még volt B-csoport, ugye ezek ilyen 4-500 lóerős autók voltak műanyag kasznival, úgyhogy ezek rettentő gyors autók voltak. A sok baleset miatt aztán betiltották ezt a kategóriát. Tehát a 205-ös az a Peugeot sport karrierjének az alapjait veszett. Súlycsökkentünk. Nem levesszük a pótkereket, mert ezt én amatőr módon fennhagytam, de semmi szükségünk nincs el pályán. Szerej szabadon van, Zsolti? Hát, kivesszük a hátsó ülést is. Most tankoltunk 10 litert, nyilván azért 10 litert, hogy ne legyen ez is túl sok. Meg mert csórók vagyunk. Most én ki fogok szállni az autóból, megnézzük, hogy így mennyivel tud gyorsabb lenni, hogyha ez a közel 90 kiló ballaszt, ez nem fogja akadályozni. Vegyük sorra. Ide értünk, tényleg ide értünk az, egy gyújtás nem, az nem az autó hibája volt, tehát ugyan tényleg úgy tettem fel, hogy odafigyeltem rá, megnyomtam, jó legyen. Hát nem lett jó, nagyon boldog vagyok, hogy eljött ide az autó. Aztán, és kivírt három etapot. Három olyan etapot, hogy tényleg a felvezetőköröket sem spórolta el Janika. 2.49-ről indultunk az első etap legjobb körével. Aztán most a Superpole-ban 2.39.8. Megérte? Megérte.